reggeli személy. Már több mint 444 ezer, ó, de vajon véletlen, az a szám, aligha. Már több mint 444 ezeren látták a Valótlanul című filmet, ugye remélhetőleg ide tartozik a Klubrádió hallgatók nagy része is, mert különben nem nagyon fogják tudni, hogy miről beszélünk. Itt van velünk Ács Dániel és Plankó Gergely, akik elkövették ezt a dolgot, illetve ti követitek el már régóta ezt a, hát ezt a sorozatot gyakorlatilag a 444-nek a, minek nevezzük ezt, milyen robotának, vagy... Hát a műfajt azt nem tudom, sokat gondolkoztunk rá, te mi a műfaja, Geri? Hírháttér, ennek? Vagy mi ez? Hát lehet, hogy nagyon klasszikus kategóriákban hírháttér lenne, de mondjuk közben a korábbi adások azért valamennyire szórakoztatóak is próbáltak lenni. Mondjuk egy ilyen heti közéleti videó műsor volt. Mondjuk hát... az, szóval amikor így a Rogán Antalon, igen, tehát bizonyos, tehát szórakoztató, csak valami csikorog a fogam közben, tehát igen. Ja, lehet, igen, én is próbálok mindig iróniával viszonyulni ezeket a dolgokhoz, csak ez ugye az embernek a torka közben véres. De hogy ez most egy, ez egy nagyobb lélegzetű alkotás volt, ugye a Gyilkosok emlékműve sem volt kicsi, tehát azt gondolom az is egy nagyobb darab volt, de ez most majdnem másfél óra? 88 perc. 88 perc, az nagy játékfilm. Lehet már. Hossz. Egész estésnek hívni. Igen, és arról beszéltünk itt, pont az előtte erről beszéltem, hogy ugye ezek olyan esetek folyamatosan, ahol a NER a médiáját, vagy hát az ő sajtó birodalmát arra használta, hogy valakit kicsináljon, és hogy hogyan változott ez a módszer eleinte ugye konkrét politikai ellenfelekre irányult, illetve Spéderre, szegényre, akit valamire el kell tüntetni az útból, teljesen váratlanul, ugye, addig egy egyáltalán nem ismert emberről volt, szóval senki sem, de majd hirtelen rejtőzködő milliárdosként elénk ugrott a legvisszataszítóbb és a legprimitívebb módon, majd utána ezt már tényleg gyerekekre és rutinból és csípőből alkalmazták. Ezek az esetek szerepelnek benne a hátterekkel, illetve a szereplők megszólalnak benne, vagy a Krekó Péter féle, a Juhász Péter féle történet, és annak ellenére, hogy mindet ismertem külön-külön, hogy gyomron vágott így egybe az egész. Tehát sok volt, tehát undorító volt. Igazából az egész ilyen visszataszító volt. Tehát ez maradt bennem egy ilyen rossz érzés, mintha egy összefideszeseztem volna a kezem tőle, vagy nem tudom, milyen borzalmas volt, hogy ebben élünk. Igen, ez volt a cél, hogy rosszul érezd magad. Akkor jó. De igen, erről beszéltünk már korábban, hogy ez volt a kockázata egy picit ennek az anyagnak, amikor gondolkodtunk róla, hogy ezt elkészítsük-e vagy sem, hogy nagy munkát fog igényelni. A nyilvánosság előtt zajló történeteket fogunk elmesélni, tehát nem olyat, amit titok az emberek számára, de mi is azt gondoltuk egy, hogy fontos ettől függetlenül összeszednünk, hogy milyen korban élünk, és ezek ezt így rögzítsük, így kordokumentumként, hogy itt ez a 15-16-tól ez a konglomerátum elkezdett professzionálisan működni, és ma már a hétköznapjaink része úgy, hogy teljes meg se döbbenünk, tehát hogy te is kinyitod az újságot, és akkor ezt ilyen alapjáratnak vesszük. Szóval, hogy azt gondoltuk, hogy ha ezeket így összerakjuk, elmeséljük, akkor az valami plusz jelentést fog hordozni, kapni. Ez tényleg ez volt az egyik leggyakoribb reakció, hogy emberek ezt mondták, hogy egyesével ismerik a sztorikat, de egyben mégiscsak más volt. És én igazából is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez mit jelent az, hogy ezt mondják ilyen sokan. És talán ez azért is van így, mert ez igazából így épült ki ez a rendszer, valóban lépésről lépésre, meg ezek a módszerek. Tehát ezek így szép lassan beúsztak az életünkbe, megjelent az első, megjelent a második. Nem volt egy olyan pont, amikor ez... nem tudom, átléptünk egy ilyen úgymond vörös vonalat. Hanem csak béka és vízmelegítéses történet, abszolút. Ami önmagában nem igaz, de közben nekünk meg, ránk meg igaz. Igen, ezt én is nem még tudtam meg, hogy ez nem igaz valójában, mert ezt még a béka sem csinálja, nekünk viszont sikerül, de hogy ez nem véletlen, hogy ez az emberek reakciója, és ezért is lehetett talán tényleg értelme elkészíteni ezt a filmet. Igen, mert hogy annak idején, mondjuk vegyük a Tocsik ügyet, vagy a Székház ügyet, akár egyiket, volt idő a feldolgozásra, heteken át ez téma volt, és nem, most úgy szorít
váltják ki egymást az ügyek, olyan hihetetlen tempóba követik egymást, hogy gyakorlatilag naponta van valami. Hadházi valamit előhoz, valami történik mindig. Tehát is, igen, hú, de borzalmas, jaj, de ez is borzalmas. És valóban, hogyha megállunk, és ez itt az történt ebben a filmben, hogy akkor most megálltunk egy pillanat, és egy konkrét jelenséget akkor így, most akkor ne siessünk tovább, hanem akkor töltsük ezzel a 88 percet, hát úgy azért sok. Úgy közben, hogy tudom, egy csomó tudok mondani rengeteget, hogy kimaradt ebből a filmből. Tehát ilyen Tar Béla méretű lehet. Ez így van, de hogy ez nem is volt célunk, hogy mindegyik beleférjen, mert hát nem ez volt a célunk, nem is, tehát hogy sokkal inkább a jelenséget magát akartuk bemutatni, hogy hogy működik ez, és igen, voltak többen, akik jelezték, hogy úgy érzik, hogy valamelyik történet kimaradt, mi is tudnánk mondani kapásból többet is, de úgy érezzük, hogy azért a működését így is sikerült körüljárni. És volt egy olyan szempont is, hogy szerettünk volna olyan kampányokat bemutatni, amik eljutottak a bírósági szakaszig, tehát van róluk ítélet. Ráadásul hát ezek az ítéletek fontosak, meg a bírósági szakasz fontos része Miben a filmnek. Fontosak? Miért fontosak az ítéletek? Hát azért fontos, mert olyan médiumokról van szó, amikbe a közpénzek milliárdjai mennek, és nem hajtanak végre bírósági ítéleteket, tehát hogy nem tartják be a magyar törvényeket. Tehát, hogy a ebből látszik, hogy nem fontosak a bírósági ítéletek. Hát de fontos megmutatni, hogy miért nem fontosak. A másik, hogy felmerül a kérdés, hogy tud-e a hatalom által megtámadott embereknek a jog Magyarországon igazságot szolgáltatni, és ez fontos kérdés volt. Meg hogy egyáltalán milyen ez, hogy zajlik egy ilyen procedúra, és milyen rohadtul megterhelő, és hogy ezek az emberek nem csak a kampányt élik át, hanem utána egy ilyen jogi procedúrát kell elvállalni, végigvinniük, ami akár évekig tart, és hát ami anyagilag megterhelő, ami kockázatos, ami újabb kampányokkal jár együtt, stb. Szóval, hogy ez egy fontos eleme volt. Azért... Bocsánat, szerintem is nagyon fontosak, tehát, hogy amellett, hogy ez egy tényleg egy dilemma, a bírósági ítéletek, tehát, hogy igen, jogosan vethető fel az is, amit mondtak ott emberek, hogy van ennek jelentősége évekkel később, stb. Szerintem nagyon fontosak, mert például ez a film sem ilyen lenne, hogyha nem azzal lenne alátámasztva, hogy erről már bírósági ítéletek szólnak. Tehát ugye miközben ezek a kampányok zajlanak, közben sokszor is lehet érezni, hogy valami abszurd, vagy nem így van, de hogy egészen más az, amikor erre ki lehet mondani, hogy ez bíróság mondta ki, hogy ez nem volt igaz. Sőt, nem hogy nem volt igaz, hanem több esetben ugye ki lehet mondani, hogy ezek lejárató, illetve megtévesztő céllal született cikkek. Tehát az, hogy ezt a jelenséget megértsük, és az részben, hogy ez a hatás előálljon, amit te is mondasz, meg ami sok emberben most megszületett, hogy ez így összeállt ez a kép, abban szerintem nagyon fontos szerepe van annak, hogy ez eljutott bírósági ítéletig, és ez így ki van mondva. Tehát ez nem a mi véleményünk, hogy ez kamu volt, hanem alátámasztják bírósági ítéletek. A Black Cube kapcsán, ugye klasszikus, tehát hogy mert hogy a izraeli magántitkosszolgálatokat küldtek rá, magyar emberekre dolgoztak rá ezek, ahogy azt maga állítja. Mondja ezt egy izépot. Tehát nem én állítom, hanem hogy ez ugyanez a bírósági ítélet. Nem szó bírós, az pont egy olyan ügy, amiről nem szó bírósági ítélet. De csak azért mondom, hogy ugyanez a mondat el fog hangzani, tehát hogy igen, ezt lejárató kampány. Ahogy ezt maga állítja. De nem én állítom, hanem egy bírósági ítélet. Nem, ahogy ezt maga állítja. Tehát olyan fajta, szinte van negligálva a valóság, hisz ugye pont erről szól ez a történet, hogy nem beszélünk veszteperekről, nem próbáljuk meg ugye. Azért is van, hogy a pénzt átutalják, és a helyreigazítástól óckodnak, mert ugye az a nyilvánosság, a pénz az átmegy, ezért legyen kus, érkezzen meg. Nem. Tehát, hogy az a részéről annyira némaság van, hogy emiatt tényleg nem jut el a rengeteg emberhez ez a dolog. Igen, de most két külön dologról beszélünk. Tehát olyan szándékunk nem volt, hogy ettől fideszes politikusok majd azt mondják, hogy Jézusom, hát tényleg ez történt. Azért más, hogy a nézők ebből milyen következtetések vannak. Hát gondoljuk el, van 133 független önálló ember a képviselők között. Hát nem, egyik megnézi a filmet, és azt mondja, hogy húristen, tényleg ez nem káz egy kicsit? Volt egy hatházink, aki felállt a trafikmutyír hallatán, mint fideszes. Tehát ez azért nem eleve kizárt, bár azért elég erősen vannak szűrve szerintem ebből a szempontból ezek a bátor emberek ott a parlamentben. Nagyon kíváncsian várom, most úgy hallottuk, hogy tegnap az ATV-n Huth Gergely és Kovács András az Origótól reagált a videóra, vagy hogy valami vitába megszólaltak. Azt hiszem, hogy ez lesz az első, amikor a tettesek megszólalnak ebben az ügyben, hogyha nem is a legmagasabb rangúak. Ugye Rogán Antalt próbáltuk
faggatni pont a Black Cube kapcsán, és amit mondtál, tulajdonképpen hirtelen nem volt olyan fontos, hogy van-e külföldi beavatkozás a magyar választásokban, vagy Magyarországon, amikor a Black Cube-ot felhoztuk neki, itt a szuverenitásvédelem közepette. Illetve megpróbáltad az Origo főszerkesztőjét is megszólaltatni, de ő nem élte a válasz lehetőségével. Hát a filmben persze, hát te írtál személyesen Rogán Antalnak, hogy adjon interjút, szóval, hogy ez... De nem eljött, nem is fognak nyilván, ez egy nyilván parancs, de hogy az nagyon furcsa, hogy vagy ezek a bírósági ítéletek, ugye nem tudom, hát a messze menően brutálisan túlreprezentálta a sajtóhelyezítési elvesztett perekben a Fidesz média, vagy a Kesma, vagy a nem tudom, hogy nevezzük, de hogy ezen túl lehet lépni, hisz éppen beszéltem valakivel annak idején egy önkormányzati képviselővel, és azt mondta, hogy tehát az a borzasztó, hogy a Csepel, nem tudom, hogy van-e még ez, de volt egy ilyen Csepel újság, annak csak évi 12 millió volt akkor, nem tudom, korán régeségen eltéve, csak a perekre. Tehát írjátok meg a hazugságot, itt van erre külön a pénz, és ott van. És itt pont ez az aszimetria, ami szörnyű a dologban, hogy ezek az emberek, akiket lejáratnak, tönkreteszik az életüket, tényleg belenyúlnak, az ágyukba belemásznak, ezek véges pénzzel rendelkeznek, még a másik oldalon szemben a végtelen pénz áll a fellebbezésekre, az összes többi körre. Tehát ez azért az igazságszolgáltatást picit torzítja. Még egy csavar ebben az, hogy az a végtelen pénz az alapvetően közpénz. Tehát a legtöbb embert a saját adófizetői pénzéből járatják le. Hát maga a lejáratás is, meg maga a per is, hogy nem is járattunk le. Igen. A Tóth Balázs, aki megszólal a filmben, és ő nagy szakértője ezeknek a kampányoknak, Alföldi Róberttől kezdve Juhász Péteren át, Krekú Péteren keresztül egy csomó mindenkit ő védett, és nagyon érte ehhez az egészhez, hogy ez hogy zajlik Magyarországon. Ő azt mondta, hogy hát hogy lehetne ezt az egészet valahogy, hogy fájjon valahogy a rendszernek egy ilyen bírósági ítélet, és ők többször beszéltek arról, meg szóba jött, hogy hát elméletileg itt, hogyha valaki a hazudozást folyamatosan megismétli, tehát a jogsértést folyamatosan megismétli, akkor az a magyar jogrend szerint is egyre súlyosabb ítéleteket kéne, hogy magával vonjon. Tehát, hogyha valaki egyszer lenyomott egy hazugságkampányt, amiről kimondta a bíróság, hogy nem tévedés volt, nem megnyomta a ceruzát, nem baki volt, hanem az elejétől a végéig jól felépítetten, orkesztráltan, tudatosan félrevezette az olvasókat. Ez valami fontos, ez majd erre térjünk vissza, hogy az bírósági ítélet, amikor ezt kimondta, az iszonyú fontos. Igen, erre utalt szerintem a Geri az előbb is, hogy igen. Szóval azt akarom mondani, hogy ugye elméletileg lehetne azt mondani, hogy hát téged megint egy elképesztő hazugságon kaptunk, tehát te már nem 2 milliót fizetsz, hanem 12 milliót, és hogyha legközelebb itt vagy, akkor 32 milliót, és utána 52 milliót. Csak ugye, hát hogyha csak a bíróságok azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen nem ugyanazt a hazugságot követte el, tehát nem ugyanazt hazudta. Ezért ez nem ugyanannak a jogsértésnek az ismétlése, és nem az súlyosbodik, hanem egy másik hazugságot követett el. Nem magában a hazugság gesztusa ismétlődik a bíróság szerint, ami fontos lenne, hanem a tárgya. Igen, ezt mondja a bíróság a Tóth Balázs interpretációjában, de hát azért belegondolok, hogyha elkezdene egy ilyenbe belemenni a magyar jogrend, azt hogy lehetne visszafordítani például a független sajtóra, például a 444-re is, tehát hogy azt mondanák, hogy a második helyreigazításnál fizessünk 522 millió forintot, mert hogy ez, és ott mondjuk, mert nekünk is, tehát minden orgánumnak vannak helyreigazításai, mi nekünk is van egy-kettő évente, baki. Mi lenne, hogyha a másodiknál vagy a harmadiknál elmesszelnének minket, szóval, hogy veszélyes lenne, azon gondolkodtam, ezt a Tóth Balázs elmondja, csak a filmben nem került be. De mi tapasztaltuk ezt, milyen a rádiónak, amikor a frekvenciát ilyesmi miatt történt, hogy ja, hát kérem, kétszer, tehát a második hiba az ezzel jár, ugye a nem létező műsorrend űrlapban nem írtuk le a nem létező műsorrendet sorrendbe, és azonnal lecsaptak ránk, egy ilyet, egy csapda volt létrehozva a klubrádiónak, amiben mi simán belesétáltunk, de hogy, és ebből a szempontból fontos, hogy említetted, mindenhol van helyreigazítás, nyilván mindenhol van, ez de hogy azért egy óriási különbség van, és itt fontos az ítélet, hogy itt nem azt mondták, hogy hát rosszul írták az életkorát, és nem 42 éves, hanem 52 éves, illetve hogy nem is igaz, mert nem ő a cégvezető már, hanem a unokaöccse, hanem itt az történt, hogy egy teljesen konstruált világ, szisztematikusan felvezetve azzal a céllal, hogy azt kinyírják, aki ott középen áll.
Igen, hát ez ugye több esetben is szerepel bíróságítéletben, hogy ha jól emlékszem, megtévesztő szándékkal, illetve lejárató szándékkal születtek ezek az anyagok. Ezért mondjuk azt, hogy nem, ez nem mindegy, hogy eljutottunk ideig szerintem bírósági ítéletek után, még akkor is, hogyha egyébként a, nem tudom, a Fidesz aktuális politikai szempontjai szerint ezek sikeres kampányok voltak, és az adott pillanatban meg belátták, vagy ellátták a funkciójukat. Viszont... És a hiteles tájékoztatásért kitüntetéseket kaptak ezek az emberek, igen, jutalmakat kaptak. Állami kitüntetésben részesül a TV2. Előrelépés ide-oda. Viszont a helyreigazítással egy... kapcsolatban van még egy lényeges, amit te elmondtál a podcastban, azt mondd el itt is, hogy mi a különbség helyreigazítás és helyreigazítás között. Ja, igen, hát, erre akartam kikérni. Alapvetően ugye ez a legfontosabb, amit a másik, amit te is említettél, a számszerűség, tehát ez korábban ugye az átlátszó évről évre közölte, hogy milyen arányban veszítenek sajtópereket a kormánymédia és a független média szereplői, mindig az jött ki, hogy jóval több, illetve az is, amit szintén mondtál az előbb, hogy azért egyáltalán nem mindegy, hogy arról szól egy helyreigazítás, hogy egy történet valamelyik részlete nem stimmelt, vagy még csak nem is az, nem stimmelt, hogy valamelyik részletét nem sikerült bizonyítani, vagy arról, hogy az alapállítás úgy, ahogy van, direkt hazugság volt, és mindez ráadásul ipari léptékben és mennyiségben. És pont azt írom most valahol, hogy a szuverenitás védelem az Fidesz részéről az ott kezdődött, amikor megjelent ez a mondat, hogy nem mi nyerjük a legtöbbet. Uh-huh. Ugye emlékszünk rá, ez a klasszikus élet és irodalomban uh-huh. megjelent. Ezért nem volt közgyűlés, ahol ugye nagyszerű volt, a sajtóper vége az volt, hogy nem volt közgyűlés, a Fidesz megnyerte a pert, minden más állítás megállt a helyét, de ennek ellenére sikerült valahogy, akkor még nem teljesen fideszes, sőt, az alig fideszes sajtókörnyezetben is úgy elterjeszteni ezt az információt, hogy megdőlt ez. Itt megint egy helyreigazítást kellett közölni, hiszen ugye ott közgyűlésről beszéltek, ám ez nem volt hivatalosan közgyűlés. Ez, na ilyenek csúsznak be, amiket helyre kell igazítani. De ott lett, ott mondta azt szerintem, ott jött rá az Orbán arra, hogy a média az, mit mond az elején, mi is a média, valami szörnyű, rettenetes, borzalmas dolog? Embertelenül veszélyes gépezet. Mert leemeli rólad az arcodat. Szerintem ott volt az a pillanat, amikor elhatározta, hogy neki véget vett. És emlékszem rá, hogy az első Orbán kormány ideje alatt, 98 és 2002 között, hogy voltak ezek a finom kísérletek. Csak úgy éreztem, hogy még nem, egyrészt nem szánta el magát egy totális háborúra, másrészt pedig még nem is voltak meg annyira az eszközei, de azért a erre mutató jelek azért már működtek, emlékszem. Tényleg nagyon sokat számít a technológiai környezet is, tehát ugye egyáltalán nem ugyanaz volt, amikor ez megjelent néhány napilapban, meg esetleg a tévében, még akkor is, hogyha mondjuk a megtévesztés szándéka akkor is meglehetett, de hát az, hogy most már Facebook targetálással ezt iszonyatos hatékonysággal lehet az egész országra teríteni, attól lesz egyébként részben ez a hatás, amit ugye Tóth Balázs egy ilyen drónbombázáshoz hasonlított. Igen. Tehát ennek a tömegessége az önmagában jelent egy szintlépést. Ugye a finn újságírónő jut eszembe, aki a Putyin tróhegyseregének a működését leírja Finnországban, hogy ez egy döbbenetesen jól működő, és valóban erről szól a történet, hogy ezek mind a túlterheléses támadások általában, vagy a dozzos támadások a hekkelésben, hogy egyszerűen minden pontról személyek valós, vagy hitelált személyek bombázzák az embert, és tényleg nem talál ebből, hogy kijutat. Itt a Magyarországon azért érződik az orosz modellnek a hatása is, tehát látom, hogy alkalmazzák, látom, ugye a Krekó ellen például nagyon jól működik ez a dolog, hogy létrehoztak rengeteg ilyen, vagy ma az orosz propaganda terjesztésére is ilyen trollhadseregeket, de azért ez egy nagyon sajátos, nagyon speciális magyar valami, ami itt történik. Néző Lászlónak hívják, aki most talán a Kesmának a MediaWorks-nek, valamelyiknek a vezetője, és tőle származik a kifejezés, mert hogy ezek szerint van ennek már egy szakkifejezése ott belül, és ezt azt hiszem úgy hívják, hogy ellenségmenedzsment. És ezt egyszer nem került bele a filmbe, mert nem, pedig a nézőt is egyébként elkaptuk egyszer mikrofon végre, de hát ugyanúgy hajtott el minket, mint a Szalai Vivien vagy a Gábor László. Szóval, hogy náluk ez egyébként ugye azon is túl kell lépnünk, ez a szakkifejezés, tehát, hogy ellenségmenedzsment, amikor valakit kicsinálnak. Ez ugye a Márki-Zay Péter kampányban született meg néhány nappal azután, amikor megnyerte az előválasztást, és akkor volt ugye egy nagyon látványos pillanat, hogy az egész gépezet napok alatt hogyan fordul rá valakire. Igen. Akkor mondta ezt, ha jól emlékszem. Igen, mert hogy Márki-Zay Péter korábban nem volt célpont, mert hogy azt mondta neki a
talán a Hollik István, vagy nem tudom kivitel, hogy na ő az, aki biztosan nem lesz jelölt. Nagyon rákészültek karácsonyra, ja. Így van, karácsonyra, meg Ferire, meg Mini, meg minden volt, és akkor az egészet ezzel, és akkor tehát, hogy létezik egy ilyen szakkifejezés. Azt akartam mondani, hogy mindig csak médiumokról beszélünk, pedig meg social médiáról, meg jól targetált Facebook posztokról, de hát ez szerintem egy sokkal kiterjedtebb gépezet, ez a hatalmi gépezet, amiben nyilván betagozódnak, most már úgy látjuk valami fajta ilyen titkosszolgálati módszerek. Benne vannak a kutatóhálózatok, amik kikutatják a megfelelő szavakat, a megfelelő célpontok megsemmisítésére a legtökéletesebb kampányeszközöket és kulcsszavakat, de hát hallhattuk a filmbe, meg be is raktuk, hogy vannak közvéleménykutatásnak álcázott telefonos kampányok, amiben ugye elhangzik például, hogy mit szól ön ahhoz, hogy Juhász Péter még mindig nem mondott le, miközben ezt csinálta a családjával, és hogy hallott-e róla, hogy Vona Gábor ez és ez, Allahra tett hitet, mi a véleménye önnek erről? Tehát, hogy személyesen megkeresik, tehát bekopognak, becsöngetnek, felhívnak, és ha véletlenül a Facebookon, a Metro újságban, vagy a Metropolban, a tévében, az óriás plakáton, és ha nem tudom, hol nem találkoztál vele, akkor felhívunk, és a füledbe, és az agyadba nyomjuk. Ami pedig azért is fontos, mert egy pillanatra még visszahasonlítva ezekkel a békebeli módszerekkel, hogy tehát ugye nem az van, hogy akkor erre azt tudja mondani valaki egy várándítással, hogy jó, hát legfeljebb nem nyitom ki a Magyar Nemzetet, mert ott írnak rólam valamit, hanem arról van szó, hogy biztos lehetsz benne, hogyha egy ilyen elindul ellened, akkor megvannak az eszközök arra, hogy az hát lényegében minden magyar emberhez eljusson. Az összes ismerősöd látni fogja, az összes családtagod, összes ismerőse, mindenki. Én speciál, bocsánat, csak épp ott voltam akkor a Juhász Péter környezetében, amikor ezzel indult, ugye az együtt Tétova kísérletének voltam egyik szemlélője gyakorlatilag, meg némileg segítője, illetve a Tóth Balázs is ott a környezetben volt, és én azt láttam, hogy a Juhi, aki egy alapvetően edzett, és egészen jól tűri ezeket a dolgokat, meg előtt ő már rengeteget kapott, hát a Kendermag Egyesület során ugye ez megszokta ezt a, ő aztán folyamatosan megszokta ezt a dolgot, hogy még azért ő is megrodjant. Tehát hogy azért még, tehát hogy egy pillanatra az ő is féltedre ereszkedett, amikor az a nagyon kemény bombázás indult, bedrogozta a feleségét, bezárta, megverte, és miközben valóban tehát egy létező családi konfliktusra épültek rá, nyilván egy létező válási folyamatra, vagy szétmenési folyamatra, stb. Tehát, hogy ott azért azt, egyszerűen nem lehet rá felkészülni, azt vettem észre, mert hogy nem is tudom, hogy ilyen, van-e ilyen tréning, de ha nincs, akkor megtaláltunk egy piaci részt. Ez volt az ügy, amivel kapcsolatban idén nyáron az Origo egy 26 bekezdéses helyreigazítást tett közzé. Az volt a cikknek a címe, hogy helyreigazítás, csak úgy az Origo címlapján az ember rákattintott, és 26 bekezdésben sorolták, hogy mi nem volt igaz. Hogy egyetlen cikkben mennyit hazudtak, hosszabb volt a helyreigazítás, mint a cikk. Erről is mondjuk, hogy azért a helyreigazítás és helyreigazítás között eszméletlen különbség van, mert hogy a TV2 saját maga mondta azt, hogy azért nem tudjuk leközölni a Juhász Péterrel kapcsolatos helyreigazítást, mert nem fér bele a műsoridőbe. Annyit hazudtak, hogy nem fér bele. Egyébként erre mondta Tóth Balázs, hogy ez is hazugság, mert belefért volna a műsoridőbe, de valóban elvitte volna egy jelentős részét a műsornak, hogyha az összes hazugságokat helyre rakják. Igen, és azon gondolkoztam már ott közben, hogy a Juhász Péter három gyereke az olvassa ezt a 26 pontos helyreigazítást, illetve ha olvassa, akkor ugye, mert az nem az, tehát azért más 6-8, mit tudom, 12 éves korban ez a herceg, mert eljut hozzájuk is, ahogy mondtad, oda fog vágni nekik is, hát nem biztos, hogy az igazságszolgáltatás ilyen esetben tud bármiféle mentséget adni. Hát Juhász, minden egyes szereplőnek igyekeztünk megmutatni a filmet előtte, mert hát nyilván ez egy érzékeny téma, és mindenki megnézhesse, hogy úgy és az kerülte bele, ahogy ő gondolta, amikor mondta, és a Juhász Péter is mondta, hát már mondta, hogy a nagyobbik gyerek már nézi a filmet fönt, tehát az előnézőt már nézi. Tehát igen, ezek a kampányok nem hogy csak politikai szereplők, nem csak hogy civilek ellen, hanem nagyon sokszor teljesen ártatlan családtagok ellen zajlanak. Ugye ez sokszor hát a Márki-Zay Péter feleségének a
tönkretétele, kicsinálása, szóval hogy az, hogy családtagokra így rámennek, az azért nagyon kemény ebben a történetben. Ugye Krekó mondja a filmben, hogy nem elindult gyerekkel autóval valahol, és nem merte bekapcsolni a rádiót, nehogy a hírekbe éppen ő legyen a téma, neki talán sikerült megoldani, hogy kivonja ebből a gyerekeket, és ne essenek bele. Ami másik kérdés, persze az megint csak kőkemény volt, tehát ott egy politikai elemzőről beszélünk, aki ugye azt csinálja, hogy a politikusoknak az ő dolgait elemzi, vagy ezért, és egyszer csak hirtelen benne lett egy történetben, mint főszereplő, egy tudatosan, és hát elég bénán félre magyarázott mondattal, de hát az már tök mindegy, mert angolul volt, onnantól kezdve a lakosság 90%-a, aki elesett. Abban a történetben ugye az érdekes, hogy az alapvetően nem Krekó Péterről szólt valószínűleg, tehát nem az történt, hogy a kormány őt magát látta, őt egy eszköznek látta arra, hogy egyébként ne akkor éppen tragikusan rossz koronavírus adatokról kelljen beszélni, hanem azt az egész témát elterelni egy ilyen teljesen meta síkra. És talán ez az utolsó pillanat, amikor még azt gondolta, hogy komoly veszélyt jelent az ellenzék, a Fidesz azt gondolta, hogy komoly veszélyt rá, mert itt tulajdonképpen az történt, hogy ugye Krekó Péter volt, aki elszólta magát a baloldal, meg az ellenzék taktikája, stratégiájáról, miszerint minél több embernek kell meghalni ahhoz, hogy megrendüljön a bizalom a kormányban, ami ugye egy nettó baromság volt. Hát ugye a kormánymédia mondta azt, hogy a Krekó Péter ezt mondta, majd a bíróság ítéletben azt szerepel, hogy szóba sem kerül a nyilatkozat. Szó szerint így szerepel a bíróság ítéletben, mert Krekó nyilatkozban. Krekó nyilatkozatban az ellenzéki stratégia szóba sem kerül. Nyilván nem. Ez egy olyan helyzet volt. Ugye világszerte nagyon sok kormány szenvedte meg azért annak a következményeit, hogy hogyan kezelték a koronavírust, vagy nem. Ugye a Fidesz esetében ez semmi ilyesmi nem történt. Ebben nyilván nem csak emiatt, de azért ennek is szerepe lehetett, hogy pont azokban a hónapokban, amikor az egyik legkritikusabb téma volt, akkor sikerült elérniük azt, hogy a nyilvánosság valami egészen másról szóljon. De ezt követően volt pár olyan akció, gondolok a Pankotai Lillére és a többekre, mint ha úgy tűnt volna, számomra úgy tűnt, mint hogyha most már ez önállóan működne, tehát ez már nem egy központi utasítás, hanem egyszerűen ez a általában említett a médiumoknál, a médiánál nagyobb kiterjedésű konglomerátum magától mozdulna le emberekre, hiszen nem hiszem, hogy olyan veszélyt érzett volna konkrétan Orbán Viktor vagy Rogán Antal ezekben a diák tüntetőkben, hogy ezekre rá kell küldeni a médiát. Szerintem itt lehet, hogy már magától cselekedett, tehát azt mondta, hogy jó, ott egy célpont, és így rávetették magukat. Ez lehet, hogy így van, hogy ez egy működő gépezet, amit etetni kell, vagy eteti magát. Én azt fűzném még hozzá, Gerihez, hogy nagyjából minden kampánynál azt lehet látni, hogy valójában az ember, akit kicsinálnak, az csak egy eszköz arra, hogy nyilván egy nagyobb csoportot, egy intézményt, egy iskolát, egy pártot, egy mozgalmat, egy civil szervezetet, teljes civil szférát ellenségképpént ábrázolják, és el lehetetlen és megfenyegessék, és elhallgattassák, stb., és átrendezzék a nyilvánosság szerkezetét, és bűnbakot találjanak. Tehát a jenei orsolyasága miatt az Amnesty volt igazgatója, hanem azért, hogy kell egy arcot adni, leegyszerűsíteni, ugye, mint az Alex Soros mond, meg a von der Leyennél is ki lehetett volna tenni a, nem tudom, Brüsszelről egy térképet, meg az európai, de kell egy arc, akit utálni lehet, személyesen embert tudsz utálni, intézményt nem tudsz utálni, kell arcot adni neki, és minden egyes lejárató kampány mögött igazából egy sokkal nagyobb társadalmi csoport, egy funkció, egy demokratikus funkció, esetleg egy független intézmény, vagy egy rádió, stb. Áll. Azt hiszem, hogy igen, hát ezt az első részben úgy igyekeztük bemutatni, hogy Vona Gáborral nem az volt a baj ennek Fidesz gépezetnek, hogy ő Vona Gábor, hanem az, hogy ő volt az akkor éppen legnépszerűbb pártvezetője. Juhász Péterrel sem az volt a baj, hogy ő Juhász Péter, hanem az, hogy Rogán Antal ügyeit firtatta elég. És a Origamival sem az volt a baj, hogy igen. Tehát annak idején emlékszünk rá, hogy ott is milyen problémák voltak. Az nagyon érdekes, hogy személyre szabott kínzást kapnak itt az emberek, tehát hogy Juhász Péter ugye nyilván egy liberális közegben egy megvert feleség, az egy nagyon durva bűn. A jobbik közegben egy megvert feleség nem lett volna talán
akkora bűn, de az, hogy valakit meggyanúsítanak azzal, hogy meleg, na az ott abban a helyzetben bombaként hal. Tehát úgy néz ki, mintha ezek itt még ilyen, tényleg ilyen mesterséges intelligencia által direkt személyre szabott gyógyszerek lennének, tehát pont arra a DNS-re lőnének. Az oktatásért harcoló diákok bukásra állnak, pont a Hatházi Ákos, aki orvos, meg akarja ölni a szomszédját, milyen orvos megölte, az, aki megölte, megölte a szomszédját, a bába, aki gyerekgyilkos, szóval, hogy igen, mindig jól ki van találva, hogy kit, mivel lehet a legérzékenyebben, a legdurvábban. Ezt el is mondja a Bona Gábor, hogy szerint ezt megmérték, hogy igen, talán a legjobban a saját közösségét akkor lehet roncsolni, hogyha róla azt állítják, hogy meleg. És vagy muzulmán, esetleg... tehát egy meleg moszlimról van szó, ami azért nagyon erős így. Terrorista. Hát gyakorlatilag egy pápagyilkos, igen. Egy pápagyilkos, egy buzaid, robbantó, ami egészen, hát is az még fel volt építve. Tehát ott még a tanúk megszólalása, a bevonás, szóval ott még a nagyobb színház volt, hogy a többiek esetében állítások hangzottak el, és akkor azok nagy többségében hazugságok voltak, de ott még adtak arra, hogy ott legyen szemtanú. Ott volt ugye a szegény Teriblek, akit ebbe ugye már akkor nagyjából halálos betegen belerángattak, nem tudom milyen üzlet keretében, de hogy közben meg folyik ugye a évek óta az, amit a film annyira nem említ, de jobb, talán igen, ez is, hogy jobb, nem, ez egy egészen más kaliberű, más a Karácsony elleni folyamatos kampány, ugye, ami a előválasztásokon kezdődött, már nem is tudom, mi volt az első ügye neki, talán az, hogy a Gyurcsánynak volt tanácsadó, vagy dolgozott alkalmatlan neki. Például. Alkalmatlan volt, de aztán a megválasztása után lett alkalmatlan. És hogy és utána szépen felépíti végig a ugye először is eladja, majdnem eladta az önkormányzatot, ugye. Városházat. És utána a gyűjtés, tehát ott neki úgy néz ki, hogy egy folyamatos terhelést kap, gyakorlatilag mint 3 havi bontásban kapja az újabb bizőket. Ott nem is tudom, hogy ő perelte ezeket, vagy volt ilyen per, mert ott úgy tűnik, hogy ő talán bírja legjobban ebbe az egészből. Begyes azért, tehát hogy ezeknek a történeteknek mi még nem látjuk a végét, tehát hogy nincs bírósági ítélet. Én nagy különbséget érzek egyébként a érdekes módon a Városháza ügy és a pénzgyűjtés ügy között, mert a Városházát igenis úgy gondolom, hogy valami fajta titkosszolgálati eszközökkel előállított, az Anonymous-tól kirobbantott, az Index bevonásával elkészült dezinformációs kampány lehetett. Hát a pénzgyűjtés az már egy neccesebb történet szerintem is, tehát azt persze, én... Az találnak valami valósat. Nyilván, amikor megy a szőnyegbombázás a 4 kamu mellett, aztán egyszer csak valami, meg úgy tűnik, nyilván ez is relatív a magyar rendszerben, ez a pénzgyűjtés, de az nekem sem tiszta az a történet. Igen, a Szili azt elég szépen, tehát hogy elnézzük-e, elnézzük, mert azért valami ott van, tehát sumákság van, ez bőven elég az persze, hogy egy óriási kampány épüljön rá, de hogy, és tényleg érdekes kérdés, hogy a baloldali, liberális, stb. Esetben szavazók, hogy azt mondják, hogy hát jó lehet, hogy ott volt egy kis sumákolás, vagy pedig azt mondják, hogy fú, öreg, hát nagyon sajnálom, de hogyha már egyszer azt mondtuk róluk, hogy zavarha lopnak, akkor esetleg azt kéne, hogy akkor te is elmész a vérbe. Igen. Tehát ez egy mindig érdekes dilemma, hogy mennyire kérjük számon a sajátjainkon ezeket a dolgokat. Igen. Nekem voltak ilyen bajaim, a politikusok közel, és mondtam, hogy tehát, ez rohadtul nem stimmel. Itt valami rohadtul nem stimmel, hogy ezzel csinálni kell valamit, és hogy iszonyatosan idegesítő. Engem jobban idegesít egyébként a esetleges én általam preferált oldal korrupciója, mint a másik. A 444-en megjelent egy cikk a Karácsony, amikor főpolgármester lett, és abban felsoroltuk, hogy mikor volt a Zuglóban, amikor nagyvonalúan a Karácsony egy picit túl nagyvonalúan lépte át a vörös vonalat, és korrupcióval kapcsolatban behunta a szemét, vagy tartózkodott, ugye ez mégiscsak Tóth Csaba birodalmában polgármester között. Hisz ő ugye az MSZP jelölt, közös jelölt volt. MSZP. Igen, és akár aki az MSZP közös jelöltje, az bizony néha be kell, hogy csukja a szemét, én így látom. Hát nem lehet Tóth, konkrétan Tóth Csabát nem bánthatja nyilván. Hát
szegény Tóth Csaba. Aztán mégis hát duzzogva méltatlanul visszavonult, igen, és hogy a Hatházi mégis kiszorította onnan, ami hát az egész történet az rendkívül izgalmas volt, hisz ugye Tóth Csabáról azért egészen feketén-fehéren az átlátszó anyagai alapján, meg egyéb tényfeltárt cikk alapján kiderült, hogy hát nem, méltó partnere a Fidesznek. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden tekintetben felzárkózott a Fidesz elithez. És hogy és ugye ott ugyanez volt a történet, hogy ilyen, odáig védte pontosan, pont egy lépéssel tovább védte a Karácsony Gergely, mint kellett volna, hogy ott már el kellett volna engedni. Ezért nem hiszem, hogy volt ebben önálló döntési lehetősége. Ugye? Meg hát Kömés tudtuk, hogy elásták. Nem nyúltunk volna bele minden esetre ezzel a filmmel a Karácsony témába, is, pont azért. Érthető, nyilván érthető, igen, csak hogy igen, mert el is ásták volna talán, igen. De azért mondtam, hogy ez egy külön, az önmagában az érdemelne egy alkotást, így az, mert abban azért van. Engem a szikramozgalom ebből dráma a szempontból jobban megfogott, a szikramozgalom, nem tudom, hogy ez megvan-e. Szegények, azok még vannak még? Igen, és az ő ellenük ott a kampány szerintem egy szintlépés volt, és azzal még foglalkoztunk volna, hogyha ott is van jogerős bírósági ítéletünk, ott mégiscsak egy aktivistát két hétre bezártak a börtönbe. Konkrétan annak érdekében, egy kabát miatt. Egy kabát miatt, hogy fel tudjanak építeni rá egy egész kampányt, ami utána kimondták, hogy konkrétan nem ő volt, de ez már senkihez nem jutott el. Majd az a véletlen helyzet, hogy az hullott az ölükbe, hogy ugye az ő partnere, akiről később kiderült, hogy pedofil fotókat tárolt a gépén, legalábbis ugye ez volt a hír. Nagyon furcsa, hogy pedofil fotók hogy nem kerülhetnek, és hogy kerülhetnek, de ez most mindegy, ugye öngyilkos is lett ez ügyben. Ez egy szerencsés összejátszás volt a részükre, mert innentől kezdve aztán végül is ezzel próbálták össze a Jámbort, ezzel próbálták összemosni, és teljesen vadidegen emberekre ilyen nyilakat tettek, hogy ott áll mögötte egy elítélt, nem tudom, kicsoda, és hogy aztán inkább ezt próbálták rájuk húzni, mint ezt az Antifa támadást, mert az ugye ott egyértelmű volt, hogy lehet bizonyítani a szikra mozgalomnak a részvételét. Most egyébként, ahogy ezt a történetet elmondtad, ez ugye ez jó példa arra, hogy miközben zajlik egy ilyen ügy, akkor ugye nagyjából ennyit tud történni, hogy hát egymás mellé lehet tenni dolgokat, meg lehet mondani, hogy erről ezt tudjuk, erről meg azt, de az egyáltalán nem ugyanaz, mint ennek egy ilyen sztori már véget ér, van róla ítélet, és visszatekintve meg lehet magyarázni. Tehát mi ezért választottuk ezeket az eseteket a film témájának, mert így tudjuk elmesélni a történetet. Lehet, hogy majd ennek a végén is lesz valami, nem tudjuk. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy a Karácsony ügyekben majd mi lesz a történet vége. Ilyen típusú ezeknek az ügyeknek a természete. Tehát, hogy mondjam, a Krekó ügyel is foglalkoztunk menet közben is. Hát akkor is megírtuk például, hogy ez a mondat nem azt jelenti, illetve egyébként még a kontextussal is írtunk, vagy a maga idejében a Juhász Sportik témáról is írtunk. Igen, mert a másik vád ugye azon kívül, hogy begyógyszerezi, drogozás, és a többi, az volt, hogy a Sportik pénzeli gyakorlatilag. Ami azért volt vicces, mert hogy abban az időszakban éppen egy olyan ítélet született, hogy ki lehet mondani a Rogán Antéről, hogy bűnözőkkel üzletel, és hogy gyakorlatilag kapcsolatot tart fönt, és pont a Sportik kapcsán derült ez ki. Tehát, hogyha valaki, tehát mondjuk, ha egy politikai ellenfelét mondjuk a Fidesz létező ügyek, adott esetben erős interpretációval, de mégiscsak létező korrupciós ügyekkel, vagy ilyesmivel támadna, vagy jogos kritikákkal, azért az egészen más lenne sokszor, de hát nem véletlenül nem ez történik. Ugye Vona Gábor ellen nem azzal kampányoltak 2018-ban, hogy miért masíroztál évekkel ezelőtt, hanem azzal, hogy miért vagy homoszexuális. Vagy hát a Tóth Csaba, tehát ott végig is. Hol volt a Fidesz? Aztán ott tényleg azt lehet volna mondani, hogy nehéz tüzérség meg minden, csak hát speciál pont Zuglóban nem volt akkor ellentét, ha jól tudom, a Fidesz és az MSZP között. Kifejezetten jó viszony volt. Egy kerületi szinten gyakran áll az a helyzet. Nagyon fontos kérdés az, hogy kire nem fordul rá ez a rendszer. és megérne egy misét, hogy milyen ellenzéki szereplőkre, milyen olyan kritikusnak számító médiumokra, újságírókra, civil szervezetekre nem fordul rá, polgármesterekre.
ez mindig érdemes. De ez mocsár, tehát ez aztán az összeesküvés elmélete klasszikus terepe, mert hogy ezt egy rendőr haverommal beszélgettem erről régen, mert hogy, tehát, hogyha ha nem lennének ügyvédek, akkor azért nagyon, sokkal nagyobb rend lenne ebbe az országba. Mondtam neki, hogy ez nem biztos, hogy így van, de hogy értem, hogy mire gondol. De hogy az van, hogy mi újságíró, mi is egy csomó dologról azt gondoljuk, hogy tudjuk, és hogy bizonyíthatatlanok ezek a dolgok, és innentől kezdve hát egy érdekes ilyen helyben vagyunk. Igen, valóban ez lehet táptalaj összeesküvés elméleteknek is, de azért vannak olyan esetek, mint nem tudom, a volt jobbikos Volner János ügye, akit hát volt olyan időszak, amikor a bokorban fotózta le a fideszes média azzal, hogy kivel csalja meg, ha jól emlékszem, ugye? Így van. Egy bokorban fotózták le, aztán most pedig már ott tartunk, hogy egy ilyen fél kormány, most nem is tudom, most van pártja, vagy nincs pártja, de hogy egy gyakorlatilag egy, nem ugye Orbán Viktor az utolsó mohikánnak nevezte egy idő után a parlamentbe. Azt hiszem, Szingapurba akarták itt küldeni, mint valamilyen diplomatatasét, tehát ő kapott egy ilyen nagyon hosszú zsíros kenyér túrát, csak aztán ott jelezték, hogy nem... Nincs valami diplomája, talán, hogy valamelyikszem, de... Világítgatták, valami és nem volt. Kellett neki, és akkor visszajött, és a Huxit pártot nyomja, de igen, hirtelen meg lett jutalmazva, amikor a választási törvényt például az ő javaslatára módosították a 22-es kampány előtt. Nagyon jó amit mondasz, hogy egyszer csak hirtelen leáll egy kampány, és valakit elkezdenek felhasználni, akkor azért ott valaki, és utána meg is jutalmazzák. Hát szerintem nem kell nagy összeesküvés elmélet, hogy ezt a Volner sztorit például összerakja hát az ember. Vagy a királyrák, hát hogy nem fordultak rá Simicskára. Igen. Ugye az volt a nagyon kemény, és nagyon tehát olyanokat mondott a főnökről, amiket úristen, hát más meg sem merne említeni, és igazából nem fordultak rá Simicskára. Tehát voltak meg, mit a Bajár mondott valamit, hogy micsoda, de mire mondta Simicska, akkor először ad meg a kölcsönkért pénzt. Tehát akkor ott így csönd lett. És hogy igazából oda nem összpontosítottak erőket, azt tudták pontosan, hogy oda nem, azért nagyon nem kéne lőni, mert azért sok fele mehetne a repesz. Az, hogy nem fordultak rá Simicskára, az talán így túlzás ebben a formában. Hát én emlékszem azért olyanokra, hogy... Bohár Dániel kergette őt a cukrászdánál. De hát volt ilyen konkrétan, hogy bevizelt Simicska, ugye ilyen képeket raktak ki, hogy a részegen, amikor éjszaka... Tehát, hogy azért voltak kemény dolgok, de hát nyilván egyrészt leállt, másrészt az is nyilván ott van, hogyha valóban kemény dolgokat akartak volna mondani Simicskáról, akkor az nem ez lett volna, hanem ennél... Csak is gazdasági ügyekben. Igen, úgy értem, hogy akkor egy feltárás ott ment volna. Állati jó példa volt, amit mondtál. Szerintem a Simicskával való harc az érdekes módon nem teljesen a nyilvánosság előtt zajlott. Hiszen utána ugye kecskepásztor lett belőle, és ez az megegyezés valahol, valamilyen formában, valamilyen médiumokon, vagy ilyen mediáló személyeken keresztül megtörtént. De a Spéder, amit a legelején mondtál. Igen. Tehát, hogy ez a konglomerátum mennyire valójában nem médiaszerűen működik. Ugye az elején mondtad, hogy jött egy ember, akiről készült egy főműsoridőben az ország legnézettebb csatornáján egy 15 perces, vagy nem tudom, lejárató anyag, egy olyan emberről, akiről senkinek fogalma sincs, hogy kicsoda. Igen. Mert ugye ezt a dolgot fel lehet használni a árulónak minősített emberek kicsinálására, és üzenet mindenki számára, minden üzleti szereplő számára, hogyha nem úgy táncoltok, ahogy mi fütyülünk, vagy valami rossz fát tesztek a tűzre, vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg ennél valahogy jobban kéne a Spéder jelenséget, de az a lényeg, hogy akkor úgy csinálunk, mintha ez egy valós médiatermék lenne, miközben egy nyilvánosságban elkövetett fenyegetés az üzleti világnak. És ott is a gyerekektől kezdve, az egészségügyi állapotán keresztül, egy olyan ember, rejtőzködő milliárdosok sorozat, ami utána egyébként nem is folytatódott. Mostantól indítunk egy rejtőzködő milliárdosok, azt hiszem két adás után meghalt. De nem szerintem, találta többet. Hát most de szerintem azoknak, akiknek szólt ez az üzenet, azok megkapták. Illetve még fontos, hogy nem csak azoknak szól, akik már benne vannak ebben a rendszerben, akár politikusként, akármiként, hanem akik még gondolkoznak azon, hogy belépjek-e egy pártba, vállaljak-e szerepet, elmenjek-e egy tüntetésre, fektessek-e be a médiába, bármilyen módon a magyar közéletbe akarjak-e beleszállni, és akkor ezt kell végig gondolnia, vagy ez az üzenet nekik, hogy ha ezt nem akarod a nyakadba kapni, akkor inkább maradj ki belőle,
nyilván az így előállítható apátia, az egy nagyon kedvező állapot a Fidesz. Főleg ugye a diákok felé erőteljes ez a dolog, mert ott ők azért több szempontból kiszolgáltatottak. Hát tudunk olyan esetről, amikor aztán a gyámügy zaklatta utána a családot, hogy megfelelően nevelik, és hogy megvolt a lehetősége még annak is, hogy kiemelik a családjából, amiatt, hogy mit ott volt egy tüntetésen. Tehát ott nagyon-nagyon meg lehet, ott igazából bankárokat megfélemlíteni, hát közepesen erősen, a jogászokat is nehéz egy kicsit megfélemlíteni, de a diákoknál ez minden bizonyal működik, ami még érdekes lehet az a, hogy meddig megy a Matolcsy önjárása, ugye. Tehát most így egyre inkább úgy oda lépeget, miközben hát iszonyú vékony jégen sétál. Igen. Hát, város, hogy mi lesz ugye, ennek a vége, csak ezt tudom mondani. Ugye a Spéder Simicska történetnek azért az lett a vége, hogy egy ezüstálcán át kellett adniuk mind a kettőjüknek a birodalmát, és le kellett mondaniuk. Azért nem élnek rosszul most, tehát nem kell sajnálni őket. Őket sokkal kevésbé kell sajnálni, mint azokat, ja, akikre rá küldik a gyámügyet, amit te mondtál. De nagyon érdekes lesz, hogy ez a Matolcsy történet hogy zárul, mert igen, én is azt érzem, hogy tojáshéjak vannak, és ott, és mikor jelenik meg a Matolcsy Ádámról az első cikk a Tényekben. Első fotó, első cikk, ott sok minden történhet. Egyébként én nagyon mindegy, különböző kapcsolatok révén elég jó ismertségbe kerültem Josip Tottal, ugye, akit a klasszikusként ismerünk, és hogy ő Simicska Lajos jobb keze volt, gyakorlatilag nagyon jó barátja volt, azóta meghalt. És hogy amikor a Simicska, a kinyírás, ugye ez nem úgy történik, hogy azt mondják, hogy akkor most koldus szegénye menj ki az utcára, mert akkor nincs, ami megállítaná, és akkor kipakol. Tehát nyilván megtart. Ez a Kaja Ibrahim. Kaja Ibrahim, Josip Tott történet, hogy az egyik szerepről beszélünk, és azt mondta, hogy de annyi nem volt a Simicska, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, vége. Tehát most jól napot, itt van itt 300 millió, hogy azért ne az utcára kerülj. Tehát ott hagyta, szó nélkül hagyta őt így elhullani a semmibe, és hogy ilyen napi anyagi gondok gyötörték őt ebben az időszakban, majd jött a betegsége, és majd nem sokára hal. Tehát, hogy ő annyira befordult a Simicska ebben a történetben, hogy ő gyakorlatilag ilyen izélet magára zárta a buborékot teljes mértékben. Egy Geiger-Müller számláról üldögélt, és így várta a halált. Volt egy olyan időszak, amikor azt gondolta, hogy konkrétan azt gondolt Orbánról, hogy ki fogja nyíratni őt. Hát hogy Simicskát semmiképpen nem titulálnám a rendszer áldozatának, azt hiszem a Rényi Pál Dániel fogalmazott rohadt jól ezzel kapcsolatban, a politikai gengszterizmusnak ő egy, hogy mondjam, szülőatja itt Magyarországon. Hát igen, ha lenne ebből egy nagyobb szoborcsoport, akkor az egyik fő alakja lenne. Igen. Igen, vagy az Elsimon László, de sajnálom Elsimon László, te hogy sajnálom, Jézus Isten, de hogy komolyan, nehogy már nem, hogy Isten ments. Igen, ebbe belezsúszik az ember, mert hogy hisz látja őt, látja a pillanatot, a megaláztatást, a kiszolgáltatást, a bohár, amikor ugye próbálta túlnyalni a felkonferálással, ezért. Szóval ezek azért kapnak rendesen, de hát kompenzálják őket. Tehát azért nagyon nagy pénzek mennek oda. Ezt a filmet online lehet megtekinteni. Hol keressék? A Valótlanul a címe, nyilván abból, hogy valótlanul állítottuk, hogy ugye ez a egyenszöveg a helyreigazításoknál, tehát a Valótlanul című film, és én megtaláltam, ugye annak idén kint volt a D4 főoldalán, de aztán hátrébb került, azt most hogy találják meg az emberek? Igen, az alcím egyébként az, hogy fekete kampányok az Orbán rendszerben, így együtt már biztos, hogy egy sima Google kereséssel is meg lesz. YouTube-on megtalálható, a 444 oldalon talán most már nincs kint, de a kereső ugyanúgy kiadja. Van egyébként most már angol felirat is rajta. Lengyel is. Az jó. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek, aki még nem látta volna. És akkor dobjuk már be azt, hogy egy dokumentumfilmes sorozat indul a 444-en. Most fog startolni. Ez nem a ti általatok készített dokumentumfilmek, hanem magyar dokumentumfilmek. Igen, magyar dokumentumfilmek lesznek havonta egyszer. Azt gondoljuk, hogy sok olyan értékes magyar dokumentumfilm készül, amik nem jutnak el kellően nagy közönséghez. Ezt részben az alkotóik is így érzik, és szeretnénk ennek teret adni egy Yeti mozi, egyfajta filmklubban, ugye nem nyilvános vetítéseken, hanem egyszerűen azzal, hogy kirakjuk a csatornáinkra és az oldalunkra havi egyszer. És ti megdolgoztok, mind dolgoztok most egyébként? Hát, most például egy 444-es kampányon dolgozunk, mert hogy nekünk érdekes módon vannak olyan feladataink is, hogy a céggel és az újsággal is kell foglalkozunk, és nem csak médiatartalommal. Sok oldalú.
De készülnek egyébként mindenféle anyagok, és azt nem tudjuk, hogy hogy fog folytatódni a magyar Yeti, mert ez a kérdés, ez nyilván sokszor felmerül, hogy most ilyen nagy filmek lesznek, de még így így egymás mellett ülve is szerintem találkozni fognak velünk a nézők. Ács Dániel, Plankó Gergely 444-től Valótlanul című film, és ezért keressék meg hozzá a podcastet is, amikor utána a kiegészülve a Rényi Pál Dániellel megbeszélik ezt, én meg Parakovács Imre voltam.